Szeretettel köszöntök mindenkit a mai képviselő testületi ülésen. Előttünk vannak a napirendek, itt két napirendről szeretnék külön szólni. A hetedik a védőnői szolgálat tevékenységéről a beszámolót kérném, hogy ezt a február ülésen tárgyaljuk. A védőnő ma nincs, és csak akkor tud itt lenni, nyilván ez csak a személyesen tudnánk tárgyalni, amikor is jelen van. A 14-es napirendi pontnál meg a módosított főépítész szerződés módosításánál kérte a főépítész asszony, hogy miután személyes adatokról beszélünk, az átülésen tárgyaljuk. Ezzel a két módosítással kérném, hogy fogadjuk el a napirendeket. Köszönöm. És akkor el is kezdenénk az első csopak önkormányzat költségvetésének 5-ös számú módosítása. Ez még mindig a 2018-as költségvetés. Valószínűleg idén még több lesz az ASP rendszer bevezetésével. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy ha arra döntünk, akkor előtte már oda kell pakolni abba a fiókba azt az összeget, és lehet, hogy havonta, de két havonta valószínűleg költségvetés módosításokat kell majd végeznünk. Kicsit ezt nehéz megszokni, de azt hiszem, hogy ezzel is együtt lehet majd élnünk. Láthatóak a bevételek, kiadások, fel vannak sorolva gyakorlatilag azok a döntések, amit a 2018-as költségvetésben módosítani kell. A bevételek mi pontosítottuk, most már látjuk nagyjából az adóbevételeket, kiadásoknál, fejlesztéseknél, ugye miután elmúlt a 2018-as év, már viszonylag pontosan ezeket az összegeket le lehet írni. Egyébként mindösszesen 40 millió forinttal csökkent a tartalékunk, de a fejlesztési tartaléka bele volt számolva az értékpapírok eladása, és miután nyomadtuk el az értékpapírokat, nyilván a tartalékunk még így is megmaradt, illetve az értékpapír állományunk is 99,7 millió forint összegben. Tehát nem egy nagy változások, csak hát rengeteg apró tétellel kellett tisztázni a költségvetést. Nem tudom, képviselőtársaim, pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Aki elfogadja a nem módosítások, hanem pontosítások, azt kérném szavazzon. Köszönöm szépen. Következő a vagyonról, vagyongazdálkodás szabályára szóló rendelet módosítása, szintén ugyanez, mint az előző, azokat az ingatlanokat, amiket vettünk, eladtunk, illetve átsoroltunk, közutat kivettünk, azért, hogy el tudjuk majd adni, volt egy pici telek, amit értékesítettünk, mindösszesen 4 telek van, ezt a vagyonrendeletünkben helyre kell tenni, módosítani kell a vagyonunkat. Nem tudom, ezzel kapcsolatban mindegyiket tárgyaltuk. Aki elfogadja, kérdés szavazni. Köszönöm szépen. A következő a strand rendjéről szóló rendelet módosítása. Hát megint eljutottunk ugye szerencsére idáig, hogy újra arról beszélhetünk, hogy jön a nyár és jönnek a vendégek. Ehhez viszont el kellett dönteni elsősorban a strandnak az üzemeltetési idejét, amit a bizottsággal és a gondnoknővel egyeztetve május 18-tól szeptember 8-áig javaslom megállapítani. Ez hasonló egyébként a tavalyi évhez, és amiből vita volt meg, hát a gondolják képviselőtársam, most így beszélek róla, egy bizonyos magasabb jegy áremelést javasoltak a képviselőtársak. Nem is felsősorban a bevételek növelése céljából, hanem inkább a létszáma, a vendéglétszám csökkentése céljából. Hát majd meglátjuk, hogy ezt elfogadjuk, illetve elfogadjuk, akkor ez bejön-e, vagy nem. Az üdülő tulajdonos idénybérleteket a csopakjaknak a bérletéhez nem nyújtunk, tehát azoknak az összegei nem emelkedtek. Legalább is látható, hogy nem a bevételnek a növelését elsősorban a cél. És akkor képviselőtársaimat kérdezem. Ezzel kapcsolatban, igen.
25%-os emelés lett a bizottságnak a javaslata, és talán a napi belépés az, ami érzékeltető, 800 forint, 1000 forint. Ezen azért sokat beszélgettünk, hogy ez sok vagy kevés ez az emelés, és hogyha a többi strandokhoz nézzük, akkor azt gondolom, hogy ez egy jelentősebb emelést jelent. Viszont a másik oldalon pedig régóta beszélgetünk azon, hogy hogyan tudjuk a strandnak a terítettségét kezelni, és hogy igazából erre nincsenek jó megoldások, hogy mit tudunk tenni, és ebben az 1000 forintban azért van kockázat, hogy adott esetben ez a másik oldalra is üthet. De azért a többi jegyáraknál pedig igyekeztük figyelembe venni a gyerekekre való kedvezményeket, vagy esetleg a kedvezményeknél kevesebbet érvényesíteni ebből a 25%-ból. Én ezt egy picit továbbra is azért soknak tartom, ezt az 1000 forintot, de a bizottság többsége elfogadta ezt, és ezt javasolta a képviselőtestületen is. Igen, hát egyet nem tudunk, hogy a többi település mennyire emeli meg. Ugye most mi a településünknek a jövő vagy idei árairól beszélünk, úgyhogy a többieknél a múlt évet látjuk, tehát ott valóban még nagyobb a különbség, de volt, amikor alsős májusban döntött a jegyáremelésről, meg általában körbe szoktak nézni. Mi mindig ilyenkor szoktunk dönteni, január februárban, lehet, hogy a többiek is ennek okán felbuzdulva egy kicsit bátrabban meglépnek egy jegyáremelést, és akkor megint ugyanott fogunk tartani, mint egyszer, talán 2010-ben, amikor 40%-kal megemeltük a jegyárakat, a környéken is, akkor na, akkor ha így meg a megemeli csopak, akkor is megemelgetjük, és gyakorlatilag egy emberre kevesebb nem jött, és valóban közel 40%-kal magasabb lett a strandnak a bevétel, ami másik oldalra egy kiváló évnek volt tekinthető. De itt valóban az elsődleges cél az, hogy próbáljunk egy 10-20%-kal, hogyha kevesebben jönnének, akkor élhetőbb lenne a csopaki strand. Ma valóban hétvégeken. Nem igazán tudom, hogy ki élvezi azt a tömeget. Valóban ez így van, egyre kevesebben tudják a helyi lakosok közül, a helyi nyaraló tulajdonosok közül élvezni. És ha belegondolunk, hogy van egy-két szállodánk, ami nem sok, meg hát nem is magas színvonalúak, de azért csak teltházzal működnek nyáron. Tehát az se állapot, hogy egy szállodában 11 órakor mondjuk lemegy egy család, a csopaki strandra is nincsen helyük. Tehát erre is oda kell figyelni, hogy a másik oldalon viszont ez valóban most már negatív következményekkel kezdett járni, vagy legalábbis csopaki strandnak a kicsit, még mielőtt átesik a megítélése, egy rosszabb irányba az előtt kéne ebbe lépni. Igen? Köszönöm, hogy ezt még annyira egészíteném ki, hogy azért itt az üzemeltetési költségek is jelentősen emelkednek több ponton, de lényegesen magasabb mértékben, mint a mostani árkonvekció, vagy áremelés. Gondolok itt a vízügyi szolgálatra, illetve én úgy gondolom, hogy az emelkedő költségek mellett azért a színvonalból szerintem nem szívesen engednénk, azt hiszem mondhatom, hogy ez részben ezt szükségessé is tette. Köszönöm szépen. Nem tudom gondolni, esetleg. Köszönöm. Nem tudom, hogyha nincs más hozzászólás, akkor ugye én, itt van két határozat, amit meg kell keresnem, hogy hol van. Itt van, igen, az egyik, a strand üzemeltetése ideje 2019-ben május 18. napjától szeptember 8. napjáig tartó időszakban állapítanánk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm. A rendelet módosításnál gyakorlatilag a javaslatok szerint ugye arról az szerepel még benne a jegyár változásokon kívül, hogy a strand területén működő ingyenes wifi szolgáltatás igénybevételének a feltételeinek külön mellékletet szabályoznák. Ezt meghatároztuk, de nyilván hirdessük is, hogy ott ingyenes wifi van, hívjuk fel a figyelmet a kamerarendszerre, ezt is beépítettük, illetve a jegyáremelést. Aki ezzel egyetért, kérjük szavazzon. Köszönöm szépen.
reméljük, hogy jól döntöttünk, és szeptemberben nagy örömmel fogjuk konstatálni, hogy bevételünk se csökkent, és kényelmesebb is volt a strand. A következő a település rendezési eszközöknek az ötös számú módosítása. Nem volt a Völgy Zuboly műhely is, elmondta ő is a javaslataim elképzeléseit. Az egyesével mennék még végig rajtuk. Az első módosítás Benderi Hárnak a kérelme, egy út átsorolás KBG övezetből LF egy övezetben. Így felajánlott egy 50-valány négyzetméteres telekrészt is. A határozati javaslat, amit a bizottság megtárgyalt, arról szól, hogy az önkormányzati tulajdonba adását ennek a kis telepnek, hogyha úgy gondolja a kérelmező, akkor ezt elfogadjuk, de ezt nem tekintjük ellensúlyozó kompenzációnak. A település rendezési tervezési díj költségvetését nyilván a kérelmezőnek kell viselnie, és miután egy viszonylag alacsony beépítésű övezetből egy magas beépítés övezetbe sorolnánk át, ez egy nagyon komoly ingatlan értéknövekedést okoz, és azt kértük, hogy ennek a ellenérték, ennek a növekménynek a 20%-ára település rendezési megállapodást kössünk, ami azt jelenti, hogy az elismert értéknövekménynek a 20%-át az önkormányzatnak be kell fizetni. Ezekkel a feltételekkel támogatjuk a kérelmet. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban köszönöm. Aki elfogadja kérdést, szavazzon. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ez egy precedens értékű döntés volt, és szerintem ezt a következőben is következetesen alkalmazni kell, hiszen láthatjuk, és itt talán a Bence László utcát tudnám mondani mint a példának, amikor valamikor a szőlő területet az önkormányzat talán 90-es évek elején belterület és építési telkeké osztását támogatta, hogy belterületté minősítette, vagy építési területté, akkor mindösszesen arról volt szó, hogy az ott lévő lakók vállalják az út, a közműveknek a kialakítását. Miután eltelt 20 év, és a negyedik, ötödik tulajdonos is van talán már egyes telkeken, de a régi tulajdonosok közül nem tudom, hogy akár egyetlen egy is van-e, én nem nagyon emlékeznék rá. Innentől már ez feledésbe verült, és az új tulajdonosok kvázi erről a megállapodásról már semmit nem tudnak. Ezt megelőzendő, igen, ezt mindent le kell írni, az értéknövekvő fizessék be az önkormányzatnak, és akkor mi is tudjuk vállalni a ránk jutó feladatokat. Következő kérelem az Észak-Balatoni ZRT-nek a kérelme, itt az A Facebooknak az átsorolása LF1 övezetből VT1-es övezetbe. Itt gyakorlatilag arról szól, hogy az áfészboltot szeretnék átépíteni alsőrsi mintára, ott egyébként valaki átmegy alsőrsre, akkor láthatja, hogy a kis áfészboltban egy közel 400 négyzetméteres nagy élelmiszerboltot alapítottak át. Valóban megváltozott a kinézete, a külleme, remélhetőleg nálunk is mindenkinek a megelégedésére az átalakulás meg fog valósulni. Annyit kértünk, hogy egy garanciát arról, hogy ez a kereskedelmi funkció hosszú távon megmaradjon, tehát ne csak egy átminősítés legyen, hanem az átminősítés valóban kövesse is ennek az épületnek az átépítése. Ezt nyilván mindenféle garanciával biztosítani kell, tehát ennek az átsorolása csak is kizárólag azért engedélyezhető, hogy ott egy minőségileg új, modernebb élelmiszer volt alakuljon ki, és természetesen az a tervezési díj, a település rendezési tervezési díjnak minden költségét a kérelmező vállalja itt is. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, aki elfogadja, kérem szavazzon. Köszönöm. A következő a 167/4 és 167/5
helyrajzi számú úttal jelent az Üdülőfalu és a 71-es közötti. Ja, igen. A tervezők azt javasolták, hogy az áfészboltot tömbösítve módosítsuk. Az azt jelenti, hogy a mellette levő Suzuki szalont is vegyük bele ebbe az átépítési övezetbe. Ez a Suzuki szalonás semmiféle váltással nem jár, hiszen lenni jóval magasabb a beépítése, mint ami most engedélyezhető lenne, de egy ilyen tömbösített átalakítás lehet csak tömbösítve lehet csak átalakítani, hiszen egy sorban nem lehet azt megcsinálni, hogy egy épület részt vagy egy telekrészt kiveszünk, vagy egy telket és azt változtatjuk meg. Igen, köszönöm szépen, de a javaslat bekapcsolja a Suzuki szalont is ebbe a változáson. A következőnél ugye foglalkoztunk azzal, hogy a kemping területének soroljuk át üdülőházas övezetté, nagyobb felhasználási lehetőséget tesz lehetővé, egyre kisebb az esély arra, hogy ott egy kempinget ki lehetne alakítani, vagy egyáltalán milyen módon lehetne kialakítani egy kempinget. Ehhez javasoltuk, illetve a tervezők is javasolták, hogy üdülőházas üdülő övezet kisoroljuk át. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm szépen. Illetve ezzel kapcsolatban még volt egy javaslat ahhoz, hogy ezt meg tudjuk gyorsítani, ezt kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsuk. Ez egy másik javaslat, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm szépen. A következő a Tímár József utca 6 méter szélességű szabályozása, ugye ennek szakmai akadálya nem volt. Korábban volt egy útépítési pályázat, akkor a tulajdonosok nem járultak hozzá, 5%-kal kellett volna a pályázathoz hozzájárulni, ez jó régen volt, egy ilyen 10 évvel ezelőtt. Miután most is kértünk egy igényfelmérést, és a 10-valahány tulajdonos volt, hát nincs, talán nem tudom megmondani, de talán 3-an járultak hozzához, hogy a telkükből biztosítsanak az út szélesítéshez. Utatna most, miután egy minimális szélesítést előírnak ahhoz, hogy ott utat tudjunk felújítani, vagy új utat, hiszen ott azért egy földút vagy murvás úton, így sajnos nem tudja az önkormányzat ezt az útépítést megvalósítani. Úgyhogy ezt le kellett vennünk a napirendről, aki ezzel, hát én nem úgy teszem fel a kérdésre, aki ezzel egyetért, mert nem értünk vele egyet, aki tudomásul veszi a tulajdonosok döntését, azt kérem szavazzon. Köszönöm. A következő a településképi követelmények határtalanítása a HÉSZ szövegében. Ebbe kérnék segítséget, most Judit. A településképi követelmények határtalanítása a HÉSZ szövegezésében. Igen, a településképi törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet írja elő, hogy a tavaly megszületett településképi rendeletek kapcsán a HÉSZ-ből hatálytalanítani kell, mivel a HÉSZ-ben már nem aktuális, és ott hatályát veszti, nem lehet már alkalmazni ezeket az előírásokat, de egyébként ezek az előírások átkerültek egy az egyben a településképi rendeletbe. Köszönöm szépen. Itt talán érthetőbb volt, mint hogy én próbáltam volna ezt elmondani. Ezt a tervezők térítésmentesen vállalták az önkormányzatnak a részére. Aki ezzel egyetért, kérjük szavazzon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy más nincs is. Most hiszem, hogy is az előterjesztés és Judit, te neked még volt az a januári, hogy nem lehetett, amit a kénteken készítettél. Az előkelő is kell döntés, nem amit kértél, hogy a bőzik, hogy mennyire és hogyan végzél? Igen, tehát a tervezési díjra is kellene egy döntés, hogy összelátom, hogy ezt valószínűleg képviseletem. Hát a Sirály utcai társasházban van döntés. Összeraktuk a korábbi döntésekkel, amire már született önkormányzati döntés, és akkor egy szerződésben közlünk a Bőrgyi Bolyal.
Tehát gyakorlatilag nem köti a tulajdonosokkal meg, hanem mi kötjük a hölgyugójal, és akkor... Mi kötjük meg, és mi utána a településen, illetve előtte a településen levési szerződések díját beszedjük. Ez feltétele lenne a szerződés kötésnek, hogy ezek a településrendelési díjak kikerüljenek. És aki nem fogadja el, akkor az... Hát aki nem fogadja el, annak a... Nem lesz megvédelmet. Jó. Akkor ezt egyesével, ezek már több... Csak egy határozatot. Jó, ezek az előző döntések. Igen, csak ezzel összerakva egy táblázatba. Ezekről döntöttünk mi már. És akkor ez lenne a határozatban, így akkor összeszerűségünk. Jó, akkor elolvasom a határozatja. Jó. Kérdés, hogy ez nem kell bele? Azt most nem fogadtuk el. Igen, de ez nem is kérdés. Határozati javaslat arról szól, hogy Csopaközség önkormányzat képviselő testülete a hatályos településrendezési eszközök ötös jelű módosítását kezdeményezi a külön döntések szerinti tervezési területekre, felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvett tervezési területekre együttesen kössön szerződést a Völgyzugor Ügyei Kft-vel 1.400.000 forint plusz áfa összegű ajánlattétel szerinti tervezési díjra, amely Csopaközség önkormányzatának 2019 évi költségvetésébe betervezésre kerül. Aki ezzel egyetért, aki ennél fogadja el. Köszönöm szépen. Ennek egyébként az önkormányzati része mindösszesen 350.000 forint, a többit a tulajdonosok vállalják tervezésbe. Köszönöm szépen, akkor ezt így együttesen is elfogadtuk. A következő a körforgalomnak az építési ügyet, megint eljutottunk egy következő fázishoz, többszöri tárgyalás volt a közúttal is, lassan az auditnak a megkérése, vagy az auditot kéne elrendezni. Ehhez viszont szerződést kell kötnünk az összes féllel tulajdonképpen, és talán megint egy lépéssel akkor előrébb jutunk. Ha ezek mind-mind megvannak, akkor tudunk majd egy építési szerződést kötni, de hihetetlen lassan mennek ezek a dolgok itt a budapesti közút, a veszprémi közút, a tervezők között folyamatosan vannak egyeztetések, ki ezt a szerződést tervezetet nem fogadja, ki arra kér módosítást, mert hozzánk még mindig nem kerül semmi. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy gyakorlatilag továbbra is bízzatok meg engem, és akkor folytatjuk ezeket a tárgyalásokat. Ez az önkormányzatnak jelenleg semmi költségvetésébe, semmiben nem került, de ahhoz, hogy én alá tudjam írni folyamatosan ezeket az éppen aktuális módosításokat, vagy ezeken a tárgyalásokon részt vegyek, hozzá kérnék szépen egy felhatalmazást. Én azt hittem, hogy akkor már rég-rég túl leszünk rajta, de hát ez azért úgy látszik nem olyan egyszerű. Szerettem volna idén egy körforgalmat látni, de lassan úgy néz ki, hogy az idei évről már azért nyilván lecsúszik az ember, de ha már a kezünkben van egy építési engedély, akkor onnantól azért már közel, akkor már lehet pénzért lopizni, lehet megnézni, hogy nekünk mibe fog ez kerülni, és onnantól talán el tudunk indulni egy körforgalom megvalósításának az irányába. Előtte gyakorlatilag a határozati javaslatot kell elfogadni, ami arról szól, hogy ugye a körforgalommal kapcsolatban a magyar állam tulajdonában és a magyar közút non-profit ZRT kezelésében nyilvántartott országos közútak érintettsége miatt az együttműködési megállapodás a magyar közút non-profit ZRT-vel kösse meg, és az ezzel kapcsolatos további jognyilatkozatokat megtegye. És erre kérném, hogy a polgármester kapott a hatalmazást. Ezt nem is tudom elmagyarázni jobban, teljesen bonyolult, és ott ülünk és órákat hallgatjuk, amíg a felek egymással nem vitatkoznak, hanem egymást próbálják meggyőzni. Mi meg ott ülünk és várjuk, hogy legyen már valamilyen eredmény, hiszen mi vagyunk ebben a legkevésbé érintettek, nem a mi területünk, mivel egyszerűen csak szeretnénk, hogyha ott lenne körforgalom. Hát
Hát papíron vagyunk a beruházók, hát igen, hát papíron vagyunk a beruházók, mert ugye remélem, hogy nem mi leszünk, vagy csak részberuházók leszünk, hiszen nem is a mi területünk. Tehát pontosan ettől vannak ezek a 28 kör, amit meg kell tenni. Aki egyetért a határozott javaslattal, azt kérdem, szabadszom. Köszönöm szépen. Következő minden évben megszoktuk állapítani ezt, a kötelező felvételt biztosító iskolák körzet határainak a meghatározását. Ugye ezt minden évben el kellnek fogadni, ebben azért olyan nagyon sok lehetőség nincsen. Ugye itt a javaslatként én nagy fordítsam meg a sorrendet, én először azt javasolnám, hogy a nem állami fenntartó részvétel biztosító iskoláknál a Csopaki Református Általános Iskola, és az állami iskoláknál pedig Balatonfüreden a Radnóti, és Balatonfüreden az Ötvös iskola legyen, hogy ezt fogadjuk el. Nem tudom, hogy ezzel sok mindent nem ők vannak kijelölve, de nekünk is ezt döntéssel alá kell, hogy támasszuk. Aki ezt elfogadja, kérnünk szavazzon. Köszönöm szépen. A végzőnőt ugye elnapoltuk a következő ülésre. A szociális juttatások előirányzata 2018 évre, itt a bizottság azt kérte, hogy 2018-ban ez a keret túl lett lépve 500 ezer forinttal, és ezzel az összeggel akkor emeljük meg a tavalyi keretet. Ez szintén az, hogy a tavalyi költségvet is tudjuk zárni. Tehát nem igazán értem, hogy ez miért nem az első napi rendi pontnál volt egy sorban a többi között. Jó, hát ez már elmúlt, aki ezzel egyet ért, azt kérném, szavazzon. Köszönöm. Következő étkezési hozzájárulás meghatározása. Hát ez elég bonyolult volt nekem is, amire ezt megpróbáltuk kitalálni, hogy hogy legyen. Ugye arról szól, hogy az önkormányzat biztosított étkezést a dolgozóknak, és ez január 1-től adómentes lesz. El kellett dönteni, hogy én egyet kértem, hogy az önkormányzatnak többet ne kerüljön. Ez két módon lehetséges, vagy meghagyjuk ezt az összeget, és az adókkal csökkentve egy jóval kevesebb alapszámot kapnak a dolgozók, vagy meghagyjuk ezt az összeget, a kollégák erre az adóhozatát kifizetik, és akkor 20 darab ebédre lehetőség van egy hónapban. A kollégákkal beszélgetve ők azt javasolták, hogy inkább vállalják az adónak a befizetését, és akkor gyakorlatilag ez az étkezés ez továbbra is járna. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a konagáknak, nem tudom pontosan, aztán 5200 forintot kéne. Igen, azt akartam mondani, hogy mennyit kéne befizetni a kollégáknak, aztán 5200-at. Ez a költségvetési tételben nem jelentkezik, mert amelyen 300 forintra többet jelent ez egy havi támogatásnak. Jó, és hogyha valaki ezzel egyet ért, akkor kérjünk szépen szavazzon. Köszönöm. Következő szintén a kafetéria. Hát most már talán 10-200 000 forint a maximum a kafetériának. A javaslat az, hogy ezt továbbra is a dolgozóknak biztosítsuk a költségvetésben. Aki egyetértve kérünk, szavazzon. Köszönöm szépen. Én még az étkezési térítéseknél annyit kérnék a kollégáktól, hogy hívjuk össze az érintetteket, és mondjuk el, hogy ez a januári állapot, mert ez hogy lesz, vagy hogy nem lesz, mert nem egy egyszerű, hogy gyakorlatilag mindenkit ez érinteni fog, hiszen először le kell vonni a fizetéséből, és utána majd következő hónapban megy a kompenzáció, csak senki ne lepődjön meg, hogy gyakorlatilag a fizetése az kevesen lesz meg. Készítsük fel előre a kollégákat, hogy ez a februárban fog kompenzálásra kerülni. Következő Csopaki 462/3 és 476/3 helyrezi számú ingatlanok villamos energia ellátási ügye, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy a Kőkors és a Szépkilát utcán a közutakat is érintő közszélú elektromos vezeték építése kezdődik. Ehhez kérik a
határozat elfogadását. Annyit kértünk, hogy a kivitelezés befejezését követően a Kőkorsó utcában a járda szakaszon teljes szélességben aszfaltozással legyen helyreállítva, hiszen egy 80 centis járdával a 40 centit elbontunk, azzal gyakorlatilag csak bonyolítanánk, vagy sokkal rosszabb állapot lenne, hogyha azt felújítanák, a többit meg nem. A Kőkorsó utca burkolt felületét is érintő munkálatok kizárólag a közút rontása nélkül átfúrással valósíthatók meg, hiszen most lett felújítva a Kőkorsó utca, tehát az út alatti átfúrás legyen, és a kivételezés június, július és augusztus hónapban pedig nem végezhető, az is eszembe is érthető, hogy amikor ott akkor a forgalom van, de akkor legyenek az építkezések. Igen. Igen. Képvisel azt, hogy a munkai érintettség miatt nem beszélt a szavazásban. Tartózkodik az is szavazás. Nem beszélt. Négyen vagyunk. Ha nem vesz részt, akkor ugye négyből négyen vagyunk. Aki egyetért tart, az a javaslatra kérném szavazzon. Köszönöm szépen. Következő az óvodának elromlott a kis autója. Sokat foglalkoztunk már vele, elektromos gépkocsit is szerettük volna venni, de hát azok nagyon-nagyon drágák lettek volna. És a végén egy Ford Tourneo mellett döntöttek a képviselőtársak, és a Markó képviselőtársam pedig ennek az egész ajánlatkérését lefolytatta, és talán átosabban a szót. Köszönöm. A Gál Tamás jelenlezést vezetővel egyeztettünk, hogy milyen funkciónak lenne szükséges ez a jármű, és ott azért kiderült, hogy nem csak ételszállítás, hanem esetleg kitelepülések miatt más eszközök hordozása is, amiatt ez a nyújtott tengelytávú benzines verzióra kértünk ajánlatokat több helyről. Teljesen pontos ajánlatkérés született a Ford lapja alapján, amiatt nagyon jól összevethetőek a beérkezett anyagok, illetve végigmentünk azokon a tartozékokon, amik esetleg szükségesek, vagy adott esetben fölöslegesek, és úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan összeállítást kitalálni, amiben nem szerepel fölösleges, akár extra tartozék, akár pedig olyan dolog, ami nem szükséges a tevékenységhez, és hát ezek alapján születtek meg a árajánlat kérése. Köszönöm szépen. Nem sorolom fel az ajánlattevőket, a legolcsóbb árajánlatot, nettó 4 millió 50 ezer forintot a Ford Petrányi adta. Itt javaslat arról szól, hogy tőle rendeljük meg ezt a gépjárművet. Aki egyetért, aki ezt nem szavazzon. Köszönöm szépen. Következő a weboldal fejlesztése EFOP pályázat keretében. Én hagyottának megint a szót, jó, mert ez jobban érte szóltam. Az EFOP 1-2-es pályázat keretében nyertes tevékenység, illetve a beadott pályázatnak ez a nyertes során megvalósításáról lenne szó. Ez azt fedné le, hogy akár a weblapon, akár az applikációban további információk jelennek meg a pályázatban foglalt vállalásoknak megfelelően, illetve még, ami egy nagyobb újdonság lenne, az egy interaktív térképnek a kialakítása, akár a weblapon, akár pedig áttételesen az applikációban. Ez majd azért egy többkörös egyeztetést igényel a fejlesztés során, viszont én úgy gondolom, hogy a helyiek tájékozódását, illetve a turisztikai tájékozódást ez alapjaiban megváltoztatná és új alapokra tudná helyezni. Mindegy rendezvényt elérni, mindegy eseményt elérni, mind pedig egy látnivalót elérni, akármelyiket is emelnénk ki ezek közül. A lényeges, hogy a fejlesztésre fordított összeg fedezni a projekt megvalósítási időtartamában a fenntartási részt is, tehát további költségek ezzel kapcsolatban a jövőben én úgy gondolom, hogy nem fognak jelentkezni. Azt hiszem, így tudnám összefoglalni röviden a... Köszönöm szépen! Ez ugye a pályázat keretén belül menne, 100%-os támogatással, és a javaslat az, hogy beérkezett ajánlatok alapján Bata
László egyéni vállalkozót bízzuk meg bruttó 1 millió 230 ezer forint értékben. Aki ezzel egyetért kérném, szavazzon. Köszönöm szépen. Következő Illés György szerződése. Hát én nem tudom, kinek adjam át. Én röviden akkor elmondom, hogy a bizottságban tárgyaltam, és igazából arról van szó, hogy a tárgyi eszköz és a vagyonkataszter nyilvántartást korábban külső cég végezte, és itt az ASP bevezetésével ez egy darabig nem vállalta ezt a tevékenységet senki, és most adott árajánlatot cége, és ha 2018-ra ezt nem végeztük el, ezt utólag ő megteszi, akkor 2019-re egy 30%-os kedvezményt biztosít a számunkra. Arról beszélgettük a bizottságban, hogy mivel ezt eddig sem mi végeztük, hanem külső, nekünk ez egy nagy segítség lenne, pontosan a pénzügyi csapatnak, hogyha ezt meg tudnák valósítani. És hát meg 2019-ben arra kellene fókuszálnunk, hogy itt az ASP tapasztalatai szerzése alapján van a lehetőség hosszú távon ezt átvenni, de egyelőre a bizottság a szerződés megkötését javasolta. Köszönöm szépen. Igen? Köszönöm, még annyival ezt kiegészíteném, hogy az egész keretösszeg olcsóbbá válik a idei évtől, mivel az eddigi program licenszdíját megspóroltuk, és az ASP rendszer ugye ingyenesen hozzáférhető az önkormányzat számára. Tehát költségcsökkenés következik be. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Akkor aki a tartalmazott javaslatot elfogadja, azt kérjük szavazza. Köszönöm. Következő az ESZTE bank terület használati kérelme. Igazából ez a bizottsági feladat lett volna, azután ez egy különleges egyedi eset, így a testület elé került. Az ESZTE bank ki szeretne települni, ilyen promóciós tevékenységet folytatni egy nap a Csopaki strandon. A bizottság javasolta 200 ezer forint per alkalomnak a meghatározását. Aki ezzel egyetért, kérném szavazzon. Köszönöm szépen. Következő a Hamika BT kérelme. Azzal a kérdéssel fordult Hamika BT hozzánk, hogy utána Kürtös Kalács üzletet is bérli, és amikor lehetőség volt, vagy amikor mindenkinek megkérdettük a bérleti díj hosszabbításának a lehetőséget, akkor még nem az ő tulajdonában volt. Ő akkor nem vette észre, hogy gyakorlatilag ez a hosszabbítási szerződés nem történt meg. Az ő kérdezme az, hogy az övét is a többi üzletéhez hasonlóan hosszabbítsuk meg a bérleti jogot. Nem tudom, ezzel kapcsolatban. Aki egyetért vele, kérdem, szavazzon. Köszönöm. Következő Csorlány István felajánlása. Egy ingatlan részterületre vonatkozóan Csorlány úr felajánlott a kérítésmentesen egy ingatlannak a 4/28-as hányadát. Az önkormányzatnak én javaslom, hogy fogadjuk el, hiszen ezeket az ingyenes felajánlásokat el szoktuk fogadni. Egyrészt benn vagyunk egy részszel egy területben, aminek akár a rendbetartására, akár a gondozására jobban oda tudunk hatni, illetve figyelni. Több ilyen területünk van már a Csákány megyen, a Tüskés alján, ez pedig egy részterület lenne a szintén a településnek a felső részén. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van. Aki elfogadja, kérem, szavazzon. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy ebben a ónos esős időben is részt tudtunk venni. Balogh Balázs úr jelezte, hogy nem tud részt venni egyéb elfogadtsága miatt. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a részvételét. És akkor az átszállásra is. Egy nap rendi ponton. Igen.